A Komáromi Kompressz Nyomdaipari Kft-ből jelentkezünk most. Kettő hölgy itt velem szemben, akik itt dolgoznak, illetve alkalmazottak. Jó napot kívánok, Szombat Judit vagyok, és az értékesítéssel foglalkozom itt a Kompressz Nyomdaipari Kft-ben. Jó napot kívánok, én pedig Kozna Bernadett vagyok, a cég minőség és környezetirányítási vezetőjeként dolgozom. Beszélgessünk magáról a cégről, múltjáról, jelenjéről, jövőjéről, mivel foglalkoznak itt pontosan. Hát a Kompressz Nyomdaipari Kft. Komáromban székel, hamarosan 30 éve foglalkozik a nyomdaipari termékeknek a gyártásával. A cégnek különböző divíziói vannak, foglalkozunk többek között marketing anyagok előállításával, akár könyv gyártásával is, viszont a legfontosabb divíziónk az összes közül a csomagoló anyagoknak a gyártása, és igazából a mai nap is erre helyezik a legnagyobb fókuszt, illetve a hangsúlyt, mert hogy a vevőktől származó igényeknek több mint a 80%-a már elfelé ment tovább. Mennyien dolgoznak itt a cégnél? A cégnek a létszáma az körülbelül 70 fő. Ez a 70 fő, ez állandó alkalmazott, illetve vannak vendégalkalmazottaink is, diákok, nyugdíjasok. Merre szállítanak termékeket? Termékeket szállítunk Magyarországra, illetve külföldre is, Szlovákiába, Németországba, Franciaországba, Ausztriába, Lengyelországba, igazából Európán belül szállítunk, különböző külföldi országokba is. Lehet tudni esetleg konkrét, hogy milyen termékeket csomagolnak? Igen, a csomagolóanyagokkal kapcsolatban vannak különböző iparágok, ahová szállítunk, illetve gyártunk termékeket. A legelősebbnek számít ezek közül a különböző technikai termékeknek a csomagoló anyagának a gyártása, illetve a gyógyszeripari termékek is jelentős részt foglalnak el a portfóliónkban, illetve természetesen vannak élelmiszereket, akár illatgyártyákat, kozmetikumokat, úgyhogy igazából nagyon szerteágazó ez a termékpaletta, hogy mihez gyártjuk a csomagoló anyagot. A közelmúltban egy rangos versenyen szerepelt a cég, és nem is kis sikerrel. Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy a Hungaropak Magyar Csomagolási Versenyen a Kompressz Nyomdaipari Kft. Külön díjba részesült. Egy nagyon nagy munkát tudhatunk magunk mögött, köszönve a kollégák szakmai tudásának. Tehát korábban egy kézi csomagolású dobozról volt szó, amibe egy égő kerül, és ezt egy kiváló automata aljjal gépi csomagolásra alkalmassá tettük, tehát ezzel segítve a partnerünknek a munkáját, és a vevő részére segítséget nyújt, igazából rögtön információt kap a dobozban lévő termékről, és mindenféle roncsolás nélkül teljes körű tájékoztatásban részesül. Mit jelent a cég számára ez a verseny, ez a kitüntetés? Teljes elismerést jelent, és azt gondolom, hogy minden egyes munkánkat egy alkotásként élhetjük át, mert nagyon nagy munka van a mögött, hogy egy kiváló terméket kiadjunk a kezünk közül, mindig a vevő igények vannak a teljes fókuszban, és a vevő igények nagyon színesek, és 100%-ban közreműködünk annak érdekében, hogy a teljes elégedettségüket elérjük minden szempontból. Ez a verseny, ez most nem az első év volt, amikor megrendezésre került, és körülbelül már 10 éve minden egyes évben részt veszünk ezen a csomagolási versenyen, és mindig szerencsére sikerült is elérnünk egy szép helyezést, úgyhogy valójában minden évben van egy motivációnk arra, hogy elkészítsünk egy olyan terméket, amivel ezen a versenyen végül is részt vehetünk. Minden héten megtörténik nálunk a tesztelés, a koronavírusnak a tesztelése. Hál' Istennek eddig a legtöbb kollégánk negatív volt, illetve ami a termékeket illeti, ebben a helyzetben mi úgy látjuk, hogy a legtöbb megkeresés, illetve az az irány, ami merre mi tudunk ebben a helyzetben tovább fejlődni, az leginkább az élelmiszereknek a csomagolása, ezen belül pedig az úgynevezett street foodnak a csomagolása, ami a készétele illetve a meleg ételeknek a csomagolását jelenti. Ezzel kapcsolatban több megkeresésünk volt, illetve pozitív visszajelzést is kaptunk a potenciális partnerektől, úgyhogy a napokban leginkább arra fókuszálunk, hogy ezen a területen fejleszünk, akár technikailag, akár szakmailag. Már kicsit hangosabb helyre jöttünk, ha jöttünk magába az üzembe. Itt mi történik ebben a helységben? Most a CTP üzemben vagyunk, illetve a CTP teremben, itt kezdődik az egész nyomtatási folyamat. Itt történik a lemezeknek az úgynevezett levilágítása. Ezek a lemezek szükségesek ahhoz, hogy a nyomdagépben ki tudják nyomtatni a gépészek az adott terméket. Úgyhogy ez az óriási gép, ez a CTP lemezkészítő berendezés, ott hátul pedig van egy digitális gépünk, ami arra szolgál, hogyha például névjegyeket, vagy valami nagyon kis szériás
terméket rendelnek tőlünk az ügyfelek, akkor ezek ezen a gépen szoktak elkészülni. Igazából annyi, hogy ott hátul kezdődik a nyomtatási folyamat. Ugye ott vannak elkészítve a festékek is a nyomtatáshoz, ott van a festékkonyhánk, ahol a gépészek ugye kiválasztják a megfelelő festékeket, a gépmesterek, és utána elkezdődik a nyomtatási folyamat, tehát onnan indulunk. Tulajdonképpen azért onnan, mert ugye ott van a legnagyobb kapunk, és akkor onnan tudják áthozni targoncával az alapanyagot a raktárhelyiségből, illetve a teherautó is ott tudja lepakolni, a teherautóra is ott tudják lepakolni és odavinni az alapanyagot. Látszik is, hogy a kollégák a nyomtatáshoz az alapanyagokat előkészítik, illetve a megfelelő segédanyagokat, és amikor a nyomtatási folyamat befejeződik, akkor a kinyomtatott íveket azt ezen a területen helyezzük el, és itt várnak a következő feldolgozási folyamatokra. Jelenleg most mi készül egyébként? Hát jelenleg most különböző műszaki termékekhez tartozó bliszterkártyák készülnek, illetve dobozok, ha jól látom, akkor betegtájékoztatók is készültek, gyógyszeres termékek. Ez ilyen kis izókhoz, lámpákhoz készülő kis dobozok is éppen ragasztásra várnak. A nyomtatás után a vágógépbe kerül a termék, amivel ugye kistancolják, kivágják, és miután kivágásra kerül, a dobozokat, azokat beteszik a ragasztógépbe, és itt leragasztják. Illetve vannak olyan termékek, amiket nem ragasztunk, azokat stancolás után már lecsomagolják, itt a kötészeten, kolléganők. Illetve vannak hullámkarton termékeink is, a hullámkarton termékek pedig itt a laminálógépen lelaminálásra kerülnek. Ahogy látható, a minőségellenőrünk éppen ellenőrzi a terméket. Minden egyes műszakban van legalább egy minőségellenőrünk, tehát nincs olyan termék, ami ellenőrzés nélkül kerülne ki. Egy teljes körű ellenőrzést kap, cseklistával dolgozunk, belső gyártási rendeléseinket táskának hívjuk, és ehhez 5 kategóriát megkülönböztető cseklistánk van, tehát minden egyes gyártási folyamatnál lépésről lépésre adott szempontok szerinti ellenőrzés történik. Kisebb csarnokba jöttünk át, itt mi készül? Itt készülnek a különböző használati utasítások, illetve a betegtájékoztatók a partnereinknek. Annyit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ősszel üzembe helyeztünk egy olyan hajtogatógépet itt a csarnokban, ami egy olyan speciális terméket tud előállítani, ami a gyógyszeriparban a mai nap már nagyon elterjedt. Ezek az úgynevezett bukletek, illetve outsertek, ami maga valójában egy betegtájékoztatót jelent, ami nagyon-nagyon sok információ van. Magának ezeknek a használati utasításoknak a mérete az óriási, és a lényeg az, hogy a lehető legkisebbre kell tudnunk összehajtani, a végén pedig egy apró kis öntapados címkével összeragasztani, és ezt mi már tudjuk gyártani. Ezáltal a piacon most még jobban keresetté váltunk, mivel országos szinten ezzel a típusú berendezéssel szintén nem rendelkezik túl sok cég. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy igényeztek. Köszönöm szépen!